Teltházas közönség tekintette meg a Koyot című magyar akciódrámát, amelyet az új magyar film válogatásban vetítettek az Európai Filmek Palicsi Fesztiválján. A Koyot Kostyál Márk alkotása, a filmben vajdasági színművészek is szerepet kaptak. Szojkát Kovács Frigyes alakítja. A szabadkai közönség figyelemmel kíséri az új magyar filmeket. A kíváncsiság az megvan, úgyhogy igyekszünk. Követni. Az elejétől kezdve kísérem a magyar filmet, és nagyon meglepő dolgok történnek, ha adjanak a magyar filmbe. Nagyon központosítanak, az emberi problémával foglalkoznak. Régiek jobbak voltak, tehát jobban lekötötték az embert. A magyar filmgyártás hatalmas változásokon esett át az elmúlt évek alatt. Kialakulóban van az új magyar filmgyártás rendszere, mondja Pozsonyi Janka. A fiatal budapesti filmkritikus zsűritagként vesz részt az Európai Filmek Palicsi Fesztiválján. Ennek az egész filmgyártási rendszernek ugye az a lényege, hogy sokkal hajlanak arra, hogy közönségbarát filmeket támogassanak, és ez azt hiszem, hogy egyre inkább jön vissza a nézőszámban is. Nem, még mindig nem elég, de ez is egy haladó tendenciát mutat, azt hiszem. A fesztivál ideje alatt az új magyar film szekcióban a magyar-szerb koprodukcióban készült Álomhavát is megtekintheti a közönség. Bicskei Zoltán történelmi alkotásában több vajdasági színművészt is láthatnak a filmkedvelők, csütörtökön a Livka Sándor Ártmoziban. A fesztivál péntek este zárul Palicson.